az volt egyébként a nagy bánata, hogy nem nagyon osztottak rá vígjátékot. Egyszer-kétszer igen, én például láttam egy Sakmat című tünemény vígjátékba énekelni, táncolni, és nem, azt se sokan tudják, nem tudom miért, hogy játszotta például és énekelte Harry Higgins szerepét a My Fair Lady-ben az Operett Színházban. Én ezt kétszer láttam. Egészen fenomenális volt, egészen fenomenális. Na most, hát a Madár Színházban is történültek aztán a nagy sikerek mellett, ott is kezdett megváltozni a világ valahogy, és a Gábor Miklós keresett valamit, de maga se tudta, hogy mit, vagy talán csak homályosabb elképzelései voltak, és akkor találkozott Rusz Józseffel, aki akkor lett a Kecskeméti Színháznak a főrendezője, és valahogy így művészileg egymásra találtak, és akkor, ez történt aztán 74-ben, esetleg 75-ben, valahogy így, és akkor Gábor Miklós leszerződött Kecskemétre. Az egyik legünnepeltebb pesti színész, na most akkor még nem az volt, mint most, akkor mindenki pesti színész akart lenni, az összes vidéki színész Pestre akart fölmenni, hogy ott, mert ott egyrészt a színház mellett, ugye azért ott a sok mellékes, rádió, tévé, film, és a többi, és a többi. És a Gábor Miklós meg, akit hát a tenyerén hord, úgy tűnt a szakma, minden, és akkor ő meg fogja magát és leszerződik Kecskemétre. Na most ez akkora port fölvert annak idején, ezt elmondani nem lehet. Én ezt végigéltem és végigolvastam az újságokat, nyilatkozatokat. Két évig, vagy nem tudom meddig, másról se lehetett olvasni, hogy a Gábor Miklós miért ment le Kecskemétre. Szóval amiért lement, az megmutatta azért a pesti színházak, az egész színházi rendszernek hát az anomáliáit, nagyon, nagyon jól rávilágított. És hát ott Kecskeméten is egészen pazar, teljesen más színház volt, teljesen más, ugye a Ruszféle színház az egész más, mint ami korábban a Madásban volt. Én elmentem, voltam olyan rajongó, hogy akkor már ilyen ifjú könyvtáros voltam, és többször elutaztam, láttam a Don Carlost, a legelső előadást, a Schiller Don Carlost, amiben Fülöp királyt játszotta, ugye a nagy zsarnokot, a Boldogtalan Holdat, a Téli regét, a Berenikét, szóval képes voltam rá, hogy Kanizsáról elmenjek. Egyszer autogramot is kértem tőle, egyetlen egyszer álltam szembe így közvetlen közelről, és csak annyit tudtam kinyögni neki előadás után, hogy hát én Nagy Kanizsáról jöttem ám, hogy ezt lássam, és akkor hát valami udvariasat mondott, hát most mit, aláírta, amit eléje raktam, és ennyi volt. Úgyhogy ennyi, egyszer azért így közel voltam hozzá. Látni azért láttam néhányszor, hát nem annyiszor, mint szerettem volna természetesen. Na most a Kecskemétet gyakorlatilag nem csak Kecskemétet, hanem akkor a vidéki színjátszás három ilyen nagy gócát, ugye a sikergócát úgy értem, a Kaposvárt, Szolnokot és Kecskemétet, ugye az akkori szocialista kultúrpolitika szétrobbantotta, mert hát ugye az ellenállás fészkét látta bennük, és hát azt hiszem, hogy jogosan, és adminisztratív eszközökkel beavatkoztak, és jó, legjobb színészeket újra fölrendelték Pestre, úgyhogy Gábor Miklós így visszakerült. És hát tagja lett a Nemzeti Színháznak újra, amit akkor szintén hát ilyen eléggé, hogy mondjam, adminisztratív eszközökkel töltötték föl emberekkel, és hát ez egy színháznak nem tesz jót, mert egy színháznak megvan a saját fejlődési útja, és hát azt nem lehet fölülről vezérelni. És hát itt fölülről vezérelték, hogy most mi legyen. És hát mondom, játszott ugyan néhány nagyon jó szerepet, de végül is annyira mégse lett sikeres, ő maga sem, és maga a színház sem ebben a korszakában. De azért volt egy-két nagyon nagy szerepe, mint például a Shylock a Shakespeare Velencei Kalmárban. És hát utána aztán még játszott erre-arra, és érdekes módon mindig kisebb társulatokhoz ment. Mikor mások mindig nagyobbakhoz akarnak menni, ugye, mert hogy ott van pénz, meg lehetőség, meg mindenféle, ő mindig kisebbekben, mert őt valóban a színházi műhely munka érdekelte, és képes volt leszerződni a Független Színpadhoz, aminek szinte költségvetése se volt. De a Ruszt ott volt, és ment a Ruszt után, és ott játszottak gyakorlatilag, hát szinte jóformán embertelen körülmények között, szóval pályája vége felé az így telt el. Na most hát sajnos 80-as évek hát közepétől, vagy talán már előbbről is elég sokat betegeskedett. És hát emiatt is sokszor kihagyott évadokat, és hát végül is, hát azért ez a könyv, amit itt a kezemben tartok, ez már a halála után jelent meg, úgy állították össze a napló feljegyzéseiből, és hát rendkívül szívszorító olvasni a betegségeit, meg a kórházi léteit, és egyáltalán az akkori gondolatait, nagyon tényleg nagyon szívszorító. És hát ennek kapcsán azért akkor most elmondom, hogy ugye ő nem csak színész volt. Ő a színházban rendezett is, ugye a 60-as évek
második felétől körülbelül, elsőként egy Agatha Christie krimit különben, utána aztán, hogy egyáltalán magához a rendezésbe belejöjjön, úgy mondjam, de aztán hát utána rendezett olyanokat, mint egyik régebbi nagy sikerét, a Füstmirán IV. Henrik című tragédiáját, persze most már akkor nem ő játszotta a címszerepet, hanem Andorai Péter, és hát még lehetne, vagy a Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékát, és még hát több rendezését lehetne említeni. Azért szerencsére idősebb korában is néhányszor megfordult a televízióban. Az egyik ilyen nagy megfordulása volt a Rettenetes szülők. Ugye az, amivel a pályát kezdte gyerekké, vagy szinte hát egészen fiatal színészként, abba most televíziós változatban az apát játszotta. És hát gondolom, ez neki is nagyon érdekes lehetett. És tehát a rendezések mellett azért még el kell mondanom, hogy ő kiváló rajztehetséggel, képzőművészeti tehetséggel rendelkezett. Mikor gimnazista volt, hát nem is nagyon lehetett róla tudni, hogy most mi lesz, írószínész vagy képzőművész, mert hogy már akkor írt is. És novellákat írt, és aztán később pedig állandóan naplót, de nem hát olyan szinten, hogy mit az ember maga leírná, hogy most itt volt, meg ott volt, ugye, hanem hát szinte filozófikusan, azt kell, hogy mondanom, tehát ő egy ilyen nagy gondolkodó is volt. És ezekből az irdatlan mennyiségű naplójegyzetekből aztán az évtizedek folyamán sok könyve napvilágot látott, az első 1962-ben Tollal címmel, és hát aztán fokozatosan több és több. És különösen, ami nagyon nagy szakmai és közönség sikert aratott, az az Egy csinos zseni, illetve a Sánta szabadság című könyve volt, amiket azzal a módszerrel csinált, hogy olvasta a régi 1954-es meg 56-os naplóját, abból vett bele részleteket, illetve az akkori, tehát a 80-as években, amikor olvasta, az akkori gondolatait, ezeket párosította, vagy fűzte valahogy össze, szerkesztette össze, és ezek nagyon nagyon nagy sikerű könyvek voltak, és ez nem csak színészeknek ajánlják őket, vagy akiket érdekel a színészet, hanem hát abban bent van az egész magyar közélet és művészeti élet, és egyáltalán. Végére talán azért még annyit elmondanék, hogy ugye hallottuk, ugye nemrég volt az ő születésnapja, április 7-én, és hát ha szabad egy kis reklámot csapni, nekem van egy blogom, amiben megpróbálom az ő emlékét ébren tartani, és különböző témákkal úgy hetente általában egyszer jelentkezem egy új írással benne, és van a Facebookon is egy Gábor Miklósos oldal. Ugyanaznap indult egyébként, mint az én blogom, amit a Felvidéki Judit rendező csinál, és most kezdünk el odáig eljutni, vagy már eljutottunk, hogy közbe-közbe kezdünk együttműködni, aminek nagyon örülök. És hát a blog révén sikerült kapcsolatba kerülnöm Gábor Miklós lányával, Gábor Júliával, akivel már időnként beszélgettünk, meg időnként e-maileztünk, sőt egyszer tavaly egy szép nyári este, valami 3 vagy 4 SMS-t váltottam a Vasévával. Úgyhogy ez, aki ugye Gábor Miklós felesége volt, és alkotótársa, és nagyon sokszor partnere, hát mondjuk ő volt például az Ofélia Hamletben, és hát sikerült a bloggal őhozzá is eljutnom, és küldött SMS-t, én még csak ültem otthon a székben, mondom, Atya Isten, Ofélia küldött nekem SMS-t, szóval ez tényleg annyira, annyira döbbenetes volt.